kezdjük a mai második túrát, az pedig az elveszett világ fele lesz. És az is erre indul, mint tegnap a Kapubarlang túrája. Csak egy kicsit tovább fog menni. Tehát a jelzés először a piros háromszög, de ez csak itt a barlangig tart. Utána lesz ez a jelzetten út, amit amúgy azért szerintem elég nehéz eltéveszteni. Tehát ezen a erdei úton fogunk menni, majd be fog csatlakozni a sárga kereszt, és a sárga kereszt lesz aztán az elveszett világ túrájának a jelzése. És akkor még egyszer, ugye itt van a letérő Kapubarlanghoz. Itt a fák között ott átsejlik egy ház, ez olyan menedékház. A közelebb érek egy kicsit, majd jobban le fog látszani, tehát itt térünk be az útról, és így ott az az épület, fák között, majd amikor az úton tovább megyünk, akkor majd jobban fog látszani. Így is látszik, hogy így átsejlik. És itt van a Kapubarlang arra felé. Most ha nem megyek be még egyszer, tessék megnézni a tegnapi videót. Szóval ez volt az az épület, ami előbb a fák között átsejlett. Ugye emellett kicsit visszafele van a barlang. És erre pedig tovább az út, az elveszett világ felé. Ahol járunk, az a medvevölgy, és ez pedig a medvevölgyi patak, amivel most elég rendesen van víz. Ez nem mindig szokott így lenni, már nagyon sokszor volt, hogy teljesen ki volt száradva. Sőt, most nem csak a patakban van víz, hanem még mellette az úton is. Az a bakancsnak volt most a tesztje. Kibírta. Itt útközben föltűnt valamilyen botanikai ritkaság, majd az értők megüzenhetik, hogy mi ez. És ha már medvevölgy, akkor ugye itt van neki az elemózsia is, egy szép málnabokor. Csak hát most nem fogunk a komának hagyni semmit. Végül is innentől jelzett úton megyünk. Ugye ez jelenti azt, hogy elveszett világ. Arra nem egészen stimmel, még az úton kell menni, illetve itt meg pád is fele. És az elveszett világ innen elvileg 30-40 perc. Nos hát letértünk az útról. A jelzés szerint, tehát elvileg. És itt van egy ilyen bővízi forrás, egy karstforrás, ami korán sem olyan egyszerű itt a sziklák között. Majd pedig természetesen mi is következhet más, mint mászás. Viszont, hogyha jól látom, itt egy ilyen kicsi nyereg van a két hegy között, tehát valószínűleg egy kicsit enyhébb lesz a mászás. Valaki képes ideig is eljönni, csak hogy szarhasson egy jót. Úgy látszik, hogy itt egy másik bejárat is van, és itt fogunk majd fölmászni. Igen, igen, ez már ismerős. Most kicsit megváltoztatták a bejáratát az egésznek. Mindegy. A lényeg és a szívás az ugyanakkora maradt itt. A jelzés néha még a sziklákra festve kivehető. A sárga kereszt. És az út pedig hát durván emelkedik. És nem is annyira útnak, mint inkább vízmosásnak néz ki. De szerencsére ez a mászás, ez elég rövid. Azért is szerencsére, mert ma már
Ez az X+1. Mászásunk, és hát azért városi puhányok vagyunk, na ez a lényeg. Most hát úgy néz ki, hogy a mászásnak nagyjából vége, amin csodálkozom, mert ennél kicsit többre emlékszem, viszont a jelet azt látom még ide fölfestve ide-oda. Hát lehet, hogy csak akkor rosszabb volt a kondim, mindegy. Most is még azért mászunk, csak most már ilyen emberi léptékű lett az útdőlés szöge. Szóval szinte észre se lehet venni. Még persze az ösvény minősége az, hát nem a legjobb. És persze, sár van. Hát úgy nézem, hogy ennek a kapaszkodó ösvénynek itt vége van. Ugye itt a jelzés, ezen a rönkön sárga kereszt is úgy nagyjából kivehető, és innentől már ismerős az út, ez egy kicsit ilyen szélesebb ösvény, ami ilyen enyhén kapaszkodva fog tovább menni, már ha látnivalókig. Az út amúgy egészen a látnivalókig viszonylag inger szegény, ha csak valaki nem túráztatja magát, hogy majd rézzon a medvétől. Egyéb dolog nem igazán látszik. Kivéve mondjuk egy ilyen szép boszorkánykör valami fülőkéből. De az erdő az baromi sűrű, és igen vad. Nem lehet túl messzire ellátni sem. Tehát most már ugye a gerincen megyünk végig, ezért lankásodott ugye az ösvény. Viszont ez egy nem igazán frekventált túra, tehát itt viszonylag kevés a turista. Éppen ezért az ösvény nincsen teljesen csontig kijárva, ami nem rossz dolog, hiszen így viszonylag kényelmesen járható is. Tehát nem csak sziklák vannak, hanem bár most ugyan itt cuppog egy picit, de ilyen elég kényelmes földúton tudunk menni. Elértünk a nagy fenyőfához, ami egy ilyen markáns mérföldkő itt a túrán. Nem csak a táblák miatt, hanem mert innen egy ilyen kicsi körút kezdődik, errefele megkeressük a ikerzsombolyt, majd a feketét, visszajövünk valahol az erdőben, megtaláljuk a pionírok, vagyis az úttörők zsombolyát, és a fedett zsombolyt, majd ide fogunk kiérkezni, és innen megyünk majd vissza. Nos hát, érkezünk az első szörnyetekhez, ez az ikerzsomboly. Ez itt pedig nem pusztán üres figyelmeztetés, ugyanis a zsomboly körülbelül 100 méter mély. És ráadásul van teljesen függőleges része is, és pont az elején. Ami ugye nincsen 100 méter, viszont azért nem kevés. Tehát mindenképpen halál, ha valaki rosszul lép a lajtorján. Nos hát kérem szépen, nem tudom mennyit ad vissza ebből a kamera, de ott még ez még mélyebbre megy. Tehát 100 méter lefelé. És azért iker, hogy ott onnan van egy másik ága, ott látszik, hogy a fény beszűrődik, és középen van egy ilyen kőhíd, ami ketté választja a zsomboly száját. Most hát közkívánatra lejjebb jöttem, kicsit jobban látszik innen minden,
Tehát ugye itt van előttünk a kőhíd, ugye ott alulról, onnan van a Zsomboly másik szája, és itt van alattunk a szédítő mélység. Én most lejjebb itt, meg közelebb nem megyek, mert csúszik ez a 25 centi széles sáros ösvény, de ugye mit szoktam mondani az ilyen látványra? Most igen, azt, vérpisasztó, kérem szépen. Hát ez ilyen. Onnan arról a kis párkányról lehet még lefelé indulni, körülbelül olyan 60 métert egybefüggően, és hát nyilván lent már azért eléggé a darált hús állapotban érkezne az ember. Egyébként a Zsomboly tele van dobálva farönkökkel, tehát profiknak is igen nehéz megközelíteni, mert a farönkök nincsenek valami fixen beágyazódva, tehát mozognak egy picit, és az mondjuk egy ilyen tonnás farönknél eléggé veszélyes dolog.